Átlépte a 100 000-et nagypénteken a koronavírus járvány halálos áldozatainak száma a Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Nyugat-Európa legsúlyosabban érintett országaiban magas szinten tetőzik a járvány, kivéve az Egyesült Királyságot, ahol még mindig egyre romlik a helyzet. Majdnem 20 000 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és 980 halálesetet jelentettek 24 óra alatt. Ez magasabb szám, mint a járvány legrosszabb napján Olaszországban. Soha nem felejtjük el, hogy a számok mögött emberek vannak, szörnyű veszteségek, családok, amelyek már soha nem lesznek ugyanolyanok, mondta a brit egészségügyminiszter. Mindannyiunknak felelősségünk van abban, hogy szembeszálljunk a vírussal, elsősorban azzal, hogy otthon maradunk. Az egészségügyi világszervezet vezetője arról beszélt pénteken, hogy nem szabad túlzottan sietni a járványügyi korlátozások feloldásával. A korlátozások korai feloldása a vírus újabb halálos hullámához vezethetne, mondta Tedros Adhanom Ghebreyesus. A járvány lecsengő szakasza, ha nem jól kezelik, épp olyan veszélyes, mint a terjedési fázis. Második napja csökken az intenzív osztályon ápolt koronavírus fertőzöttek száma Franciaországban, ezt az egy jó hírt tudták közölni a hatóságok. Egy nap alatt kis hián 1000 halottja van a járványnak, 7000 ember szorul lélegeztetésre. Olaszországban továbbra is magas szinten stagnál az új igazolt fertőzöttek és a napi halálesetek száma is. Pénteken újabb 570 koronavírus beteg halálhírét közölték a hatóságok, amivel a járvány áldozatainak száma a 19 000-et közelíti. A szigorú kijárási korlátozásokat, a nem létfontosságú üzemek leállítását további 3 héttel meghosszabbították.